104 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Velünk történt című magazinműsorunk új blokkja, a megyei körkép, amikor is Békés megye vezetői nyilatkoznak nekünk a kialakult helyzettel kapcsolatban, és hát ugye országgyűlési képviselőket is megszólaltatok a mai adásban. Az egyik vonal végén dr. Kovács József, országgyűlési képviselő. Szervusz képviselő úr, üdvözöllek! Szervusz, üdvözöllek! Köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre állsz, és a másik vonal végén pedig dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere. Szervusz, polgármester úr! Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat és képviselő urat is. Nagyon fontos témát dolgozunk fel első számú vezetőktől. Ugye az országgyűlés elfogadta a koronavírus törvényt, ugye a kormány a járvány elleni védekezésben minden rendelkezést meghozhat a magyar emberek biztonsága érdekében. Képviselő úr, akkor elsőként téged szeretnélek arra megkérni, hogy országgyűlési képviselőként, orvosként fejtsd ki erről a véleményed, és tájékoztasd hallgatóinkat. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat, polgármester urat, és az elején rögtön szeretnék gratulálni Gyula város vezetésének és a megyei kórház vezetésének azért, hogy rendkívül szigorúan és nagyon-nagyon jól kézben tartják a védekezés feltételeit. A koronavírus törvényt ezen a héten hétfőn fogadtuk el, aminek alapjában véve az a lényege, hogy a dolgok szokásos sorrendjében nem lehetett volna jól kivitelezni a védekezésnek a feltételeit. Ugye az alaptörvény szerint, amelyet szintén mi fogadtunk el, a vészhelyzetben 15 napig maradnak hatályban azok a rendeletek, amelyeket a kormány elrendel. Az országgyűlés felhatalmazása alapján azonban ezt meg lehet hosszabbítani. Sok kritika érte ezt a kérdést, de hogy miért volt erre szükség a koronavírus törvény megalkotására? Azért, hogy a kormány a szükséges intézkedéseket időben meg tudja tenni. Az a cél, hogy a kormány akkor is megalkothassa a hatályban tartassa a szóban forgó rendeleteket, az országgyűlés nem tud a járvány miatt összeülni. Ilyenre lehet lehetőség éppen a betegség terjedése miatt. Egyébként két testületnek, a parlamentnek és az alkotmánybíróságnak a munkája nem korlátozható, de előfordulhat annyi megbetegedés, hogy határozatképesség nincs. Ezért választottuk meg Varsa István sajátos halála miatt a helyére az alkotmánybíróságunk tagját. Köszönöm szépen, képviselő úr, és akkor most már is rátérünk Gyula városára, és amivel képviselő úr is kezdte, hogy gratulált polgármester úrnak az intézkedésekhez, akkor polgármester úr, szeretnélek arra kérni, hogy ugye bejáráson tekintettétek meg a gyulai kórház járványügyi felkészültségét, erről beszélj kérlek elsőként. Nem szépen az elismerő szavakat, de szeretném rögzíteni, hogy mi csak az operatív törzs iránymutatásai alapján és a kormány által meghozott jogszabályban foglalt keretek között hozzuk meg a döntéseinket, igyekszünk megfontoltan, ugyanakkor határozottan cselekedni, és természetesen hallgatunk azokra a komoly szakemberekre, akiknek tanult ismeretei és tapasztalatai alapján az a feladata, hogy a járvány lassításáért, a járvány elleni védekezés érdekében különféle intézkedéseket kidolgozzák. Természetesen mi is saját autonóm cselekvési körünkben az intézkedéseinket meghozzuk az önkormányzati intézményeknél és cégeknél. És egyik legfontosabb partnerünk a Békés megyei központi kórház, amelyben valóban volt egy bejárás a kirendelt kórházparancsnok és a megyei kormány megbízott úr, aki a megyei védelmi bizottság elnöke is egyben, társaságában a kórház főigazgatója dr. Becsei László úr kalauzolt minket. És röviden azt tudom jelenteni, hogy a kórház felkészültsége megnyugtató és meggyőző. Egyértelmű, hogy azok a szakemberek, orvosok, egészségügyi szakdolgozók, egészségügyi dolgozók, akik a gyulai kórházban működnek, dolgoznak, rendkívül felkészültek és tapasztaltak. Jó kezekben vagyunk, hogyha bármi okból nekünk oda be kell kerülni, és az intézményt infrastruktúrálisan is felkészítették arra, hogyha a járvány a tömeges megbetegedések szakaszába lép, ebben az esetben el tudják látni a betegeket. Köszönöm szépen, polgármester úr, és akkor téged is arra szeretnélek kérni tisztelettel, hogy fejtsd ki véleményed a koronavírus törvénnyel kapcsolatban. Egyértelműen az alkotmányos keretek között, az alkotmányos jogszabályokat tiszteletben tartva született meg ez a törvény. Nagyon sajnálom, hogy nem egy héttel hamarabb, hiszen hogyha az ellenzék partner lett volna a jogalkotásban, akkor azt a néhány napos jogi bizonytalanságot el lehetett volna kerülni, de nagyon örülök, hogy a kormány is megtalálta erre a megoldást, és természetesen mi is megtaláltuk. Nálunk mire kellett megtalálni a megoldást? A bölcsödék és az óvodák esetében a rendkívüli szünet fenntartására. Ugyanis az a jogszabály, amely feljogosította március 14-én jelent meg a polgármestereket arra, hogy a
településükön működő óvodák esetében rendelkezhetnek a rendkívüli szünetről, bölcsödék esetére is vonatkozott. Annak a hatája, 15 napos hatája sajnos időközben lejárt, ezért volt egy nap, amikor kérdéses volt, hogy lehet-e jogszerűen rendkívüli szünetet tartani, de ezt áthidaltuk és jegyző úrral kiadtunk fenntartóként olyan intézkedést, amely megfelelt a megváltozott, egy napra megváltozott jogszabályi környezetben is a törvényesség kritériumának. Azt gondolom, hogy az ellenzék nélkül is a kormány el tudja végezni azt a nagyon fontos munkát, amely valamennyiünk egészségének a megóvása érdekében szükséges, és lehet látni, hogy egyébként a kormánypártok abszolút partnerei az ellenzéki politikai erőknek, hogyha kell, ez sajnos viszonozva nincsen az ellenzék részéről. Ezt a tegnapi napon is lehet látni, hiszen volt egy olyan törvényjavaslat, amely a polgármesterek esetében azt a jogkört, amelyet mi most a veszélyhelyzet idején a képviselőtestület helyett gyakorolunk, azt a megyei védelmi bizottság előzetes jóváhagyásához kötötte volna. Ez ellen tiltakoztak ellenzéki polgármesterek, ezért a kormány ezt a javaslatot visszavonta, ezzel is kifejezésre juttatta, hogy a konszenzus híve, annak a híve, hogy ebben a nehéz helyzetben működjünk együtt és legyünk tekintettel egymás szempontjaira. A lényeg az, hogy a lehető leghatékonyabban dolgozzunk a magyar emberek egészségének a megóvása érdekében. Köszönöm szépen, polgármester úr, és akkor most visszatérve képviselő úrhoz, hogyan zajlik jelenleg, gondolom, hát nem egyszerű a parlamenti munka, de hogyan zajlik most ez? Parlamenti munkát folytatni kell, mindaddig, amíg olyan viszmájor helyzet nem lép fel, hogy a létszámot nem tudja a képviselők jelenléte biztosítani. A parlamenti munkában nagyon komoly óvintézkedések vannak. Nevezetesen a parlamenti látogatások körét teljesen leszűkítették, tehát magyarán a parlament pillanatnyilag a lakosság számára nem látogatható. Nagyon komoly fertőtlenítési egészségügyi rendelkezések vannak folyamatosan, mindenki számára biztos a szájmaszk és kesztyű használata a parlamentben is. A parlamenti munkában is próbálnak a 65 év feletti képviselőkre, még az átlagosnál is jobban vigyázni, persze hát mindenkire vigyáznak nyilvánvalóan, és a parlament úgy végzi most munkáját, hogy az alsóházi teremből a felsőházi terembe lett átköltöztetve átmeneti időre, de lehet, hogy hosszabb időre, ahol megfelelő távolságot tudunk egymástól tartani, és a munka gyakorlatilag teljesen hasonlóan folyik, mint ahogy eddig folyt. Egyébként polgármester úr által elmondottakhoz kapcsolódva, ugye, hogyha nem hoztuk volna meg ezt az úgynevezett koronavírus törvényt, akkor nagyon sok olyan probléma nem lett volna megoldható, mint például a határok lezárása, iskolák bezárása, gazdasági intézkedések, amelyeket biztosítani kell, és az ellenzék, akinek egyébként számos javaslatát megfontolunk, és be is fogadtunk, például a szükségesség és az arányosságnak a kritériumát, de ezzel együtt ugye volt egy 3 hónapos időkorlát, hogy ennyire legyen a felhatalmazás, tehát határozott időre szóljon. De mi történt volna akkor, ahogy polgármester is mondta, volt egy kétséges nap ebben az időszakban, amikor hát tulajdonképpen nem lehet azt mondani, hogy nagyon komolyan meg kellett oldani egy napnak a kérdését is, például az iskolák szüneteltetésével kapcsolatban. De ebben az esetben ugye lehet, hogy éppen az adott időponttól, tehát a múlt hét hétfőtől 3 hónap múlva lesz, vagy lehet egy olyan tető, mert egyelőre világviszonylatban és Európában is senki nem látja, hogy mikor lesz ennek a csúcsa, fogalmazzunk így szakmai szempontból. Egyébként ma Magyarországon pillanatnyilag az illetékes szakemberek ennek a tetőzését, ha úgy tetszik, május végére vagy május közepe és vége közötti időszakra teszik, de ez nem objektív felmérés, mert az objektív felmérések azok vannak, és ez a felhatalmazás, ami szól a kormánynak, ezt a parlament adta meg, és ennek a felhatalmazásnak a visszavonását is csak 2/3 lehet nyilvánvalóan majd adott időben megszüntetni, mert ez azért mindenféleképpen az alkotmányozás kérdését is éri. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a részletes tájékoztatást, képviselő úr, polgármester úr, további eredményes, kitartó jó munkát és jó egészséget kívánok, és természetesen hamarosan akkor, ha vannak újabb fejlemények, akkor folytatjuk. Köszönöm a beszélgetést. Köszönjük szépen mi is. Köszönjük szépen, jó egészséget kívánok képviselő úrnak és szerkesztő úrnak is, kedves hallgatóknak is, és vigyázzunk egymásra, aki teheti, maradjon otthon. Velünk Történt című magazin műsorunkban dr. Kovács József országgyűlési képviselővel és dr. Görgényi Ernővel, Gyula polgármesterével beszélgettem. Műsorunkat hamarosan folytatjuk.